Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetés alkalmával. Miről lesz szó? KDN Live mentés kis bosszúsággal. A sztori az alábbi, volt egy régebbi projektem, ez körülbelül 3 órás anyag. Rengeteg kis videóval, rengeteg hanganyaggal, képpel, egyébben. Nyilvánvalóan ezt lementettem, és utána felmerült a kérdés, hogy pár évszámot jó lenne, ha megváltoztatnék, és villámgyorsan elkészülne időzelbe az új videó. Gyakorlatilag mi a gondolat? Volt egy projekt mentésem, vissza akartam állítani, hát bizony nem így működik. Hiába mondják azt, hogy a KDN Live le tudja menteni a projektet, és vissza tudja állítani. Egyszerűen ez így alapvetően nem igaz. Az igaz, hogy egy projektet le tudok menteni egyszerűen, villámgyorsan, pár kattintást megadom, hova mentsen, vagy csináljon egy tömörítvényt, és utána ennyi. Oké, a tömörítvény elkészült, és utána én azt eltettem, biztos, ami biztos, tudtam, hogy ezeket a projekteket időnként elő szoktuk venni, átváltoztatunk, átírunk, beleteszünk egyéb dolgokat, és utána kész is az új videó, friss, hamvas, és nagyon örül neki az ember, hogy 20-30 perc alatt elkészül egy változtatással, nem kell újravágni, és egyéb. Na hát, elkészült a projektmentés, eltettem, elővettem, kibontottam, elindítottam a KDN Live-ot, nyilvánvalóan felkészültem arra, hogy lesznek kisebb zökkenők, hiszen azóta volt erőteljes verzióváltás, ezzel nem is volt gond, hanem mit láttam? Rengeteg videót, hanganyagot nem talált a projektbe. Azt írta ki, hogy nem találja meg, és nincs meg. Hát miután utána néztem, illetve megnéztem, milyennek a megoldása, megcsináltam, természetesen nem egy agysebészet a megoldás. Nézzük is meg élőbe, mi az, amit kell tenni, hogyan kell tenni, hogy más ne bosszankodjon annyit, amennyit én abba az 5 percbe, míg rájöttem a megoldásra, bosszankodtam. Nézzük is meg. Ahogy tudjátok, a KDN Live-ba le tudjuk menteni a projekteket, azaz egy elkészített vagy készülőben lévő videóról készíthetünk egy mentést, azaz az összes hangot, képet, akármit, feliratot egy tömörítvénybe vagy egy könyvtárba bemásol. Hát nézzük is meg, hogyan működik ez. Gyakorlatilag 99%-ban jól működik, de van egy kis csavar benne, amit említettem, ami nekem nagy meglepetést okozott. Project, tisztítás, először kitisztítjuk, azaz eltávolítjuk az összes olyan anyagot, ami nem tartozik a videóhoz. Azaz, esetleg felvettél egy hangot, esetleg képet behúztál a eszközbe, és nem tetted rá a videóra, nem használtad, ezeket eltünteti. Ezeket menteni teljesen fölösleges. Utána jön a következő lépés, project, és itt van olyan, hogy archive project. Nyilvánvalóan le tudod menteni egy megadott könyvtárba, arra nagyon figyelj, hogy ne a főkönyvtárodba rak bele, mert mindenfajta alkönyvtárokat létrehoz, összekoszítja, hogy úgy mondjam, az általad remélhetőleg tisztán tartott főkönyvtárat. Én egy tömörítvénybe szoktam belerakni, azaz tömörített archívum, és elindítjuk az archiválást, és hamar végez. Attól függ, mennyi darab és milyen eszköz van. Ez azért jó, mert a különböző könyvtárakból szedtünk össze anyagokat, képet, szöveget, akármit, egy tömörítvénybe belekerül, azaz az eredetieket ki is törölheted, átmozgathatod, és nem kell guberálnod a rendszeredbe, hogy hova tetted, kitörölted, megvan-e. Azaz van egy mentésed. Hát bizony ez egy szép dolog, de gyakorlatban nem teljesen így működik. Miután lementettük az anyagunkat, nagyon szépen el tudjuk rakni. Majd amikor elő kell venni, kitömöríthetjük, villámgyorsan kitömöríti magát, miután kitömörítettük, megtaláljuk a fájlokat egy könyvtárba, illetve a parancsot, azt a leírást, ahogy ő neki vágnia kell, egyéb KDN Live-ot evvel elindítjuk, és mit látunk? Oppá, azt látjuk, hogy egy csomó cuccot nem talál. Ez nagyon idegesítő, nagyon mérgesítő, persze megoldható, de a probléma az, hogy nem erre készültem. Én nem erre készültem, én úgy gondoltam, hogy ha elindítom a mentést, abba a pillanatban semmi problémám nem lesz, semmi teendőm nem lesz, hanem hát bizony, megnyitom, tudok vele dolgozni, a változtatásokat megcsinálom, lerenderelem és kalapkabát, ennyi. Hát ez nem így működik.
az adott könyvtárba szépen belemásol mindent, azaz ez majdnem biztos, hogy nem fognak elveszni az adott fájlok, tehát azok a részek, klippek, egyebek, amiket lementettél, de igazából egy kis manuális munkára szükség van. A probléma az, hogy nem találja a klip fájlokat. Miért nem lehetett ezt megoldani, hogy a KDN Live leírófájt átírják automatikusan, hogy megtalálja a projekteket, megtaláljon mindent, hiszen ő egy könyvtárba másolt be, egy alkönyvtárba bemásolt mindent, hát bizony, miért nem találja meg? Hát eléggé furcsa megoldás ez, de kézzel meg tudjuk keresni. Rákattintunk, kézi keresés, majd bemegyünk a könyvtárba, az Image könyvtárba, és megkeressük azt a fájt, amire nekünk szükségünk van. Ő neki 37-21 a vége, ezt egy kicsit megnagyítom, hogy megtaláljam. 37-21, rákattintunk, open, és leokézzük, kipipálva, megvan. Mehetünk tovább, kézi kereséssel rámegyünk, megint odébb húzom, hogy lássuk, hogy elég nagy legyen. Ő a 08-as keressük, megvan, open, oké, következő kézi keresés, és bemegyünk a Image könyvtárba, megint széthúzom, 47-es, oké, megvan, hogy ezt ő miért nem tudta saját maga megcsinálni, nem tudom, megint megkeressük, MP3-as, open, és oké. Ki van pipálva, és oké. Okay. És minden további nélkül rögtön meg is nyitottuk. Ennyi a trükkje, nem nagy dolog, csak mondjuk, hogyha van 50 darab klip, 50 darab részegység, ahhoz van ugyanennyi hang, meg még egy kis képecskék, akkor miért nem találja meg? Jó kérdés. Miért nem úgy csinálták meg, hogy ezt automatikusan megtalálja? Vagy amikor lementjük, akkor a KDN Live fájt, azt átírja úgy, hogy az Image könyvtárban vannak az összes eszköz, én nem tudom, lényeg számunkra, így tudjuk megoldani, egy kicsit macerás, kellemetlen, ennek ellenére természetesen szeretjük a KDN Live-ot, de egy-egy mentést visszaállítani egy nagyobb projektnél azért elég macerás feladat lehet. Hát köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Én mindenkinek azt javaslom, hogy legalább egyszer próbálja ki, hiszen hogyha élesbe erre szüksége lesz, akkor hát bizony lehet, hogy nem azonnal jut eszébe ez a megoldás, nem azonnal jut eszébe, hogy ezt meg lehet oldani, hanem ahogy én is, mert ritkán szokott ilyesmi előfordulni, hogy régi anyagot kell elővenni, bepánikoltam, hogy Szent Isten, most az egészet kézzel, manuálisan újravághatom, amikor a mentést megcsináltam. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!